A győri Audiban is egyre több a fiatal szakember, mint ahogy országszerte is sok 20 éves tudott elhelyezkedni az elmúlt évben. Csak május és július között például 32 ezerrel többen találtak munkát, mint egy évvel korábban. Mindeközben az Unióban átlagosan minden ötödik 15 és 24 év közötti fiatalnak nincs munkája, sőt Spanyol és Görögországban a 25 év alattiak több mint fele munkanélküli. Szakértők szerint ma Magyarországon nyelvtudással, megfelelő képzettséggel és számítógépes ismeretekkel felvértezve el lehet helyezkedni. Emellett pedig a kormány is kiemelten kezeli a fiatalok munkanélküliségét, hiszen erre a célra a következő 7 évben 220 milliárd forintot különítettek el az ifjúsági garancia program keretében. Ráadásul az uniós pályázati pénzekből is jut majd a fiataloknak. A miniszterelnökség helyettes államtitkára szerint, ha sikeresek lesznek a tervezett intézkedések, 2020-ra a régió egyik legversenyképesebb gazdasága lehet a magyar.